egy nagyszabású rendezvény keretében fogunk majd átvenni Svájcban. Ahogy említettem, 2012-es volt az első győztes, vagyis az előző győztes. Ez azt jelenti, hogy két évente szerveződik meg ez az európai esemény, és így Magyarország, mint az egyik tagállam, két évente szervezi meg a magyarországi falu megújítási díjnak a programját is. Ezen a versenyen természetesen Tihany indult, bejutottunk az országos döntőbe, és ezen a programon másodikak lettünk. Az első helyezett Komlóska lett, egy borsodi kis település, akinek gratulálunk. Így ő alanyi jogon tudott indulni ezen az európai megmérettetésen, de mi Tihanyban úgy gondoltuk, hogy próbáljuk meg, mi is méretessük meg magunkat ebben az európai mezőnyben, ezért fölvállaltuk a nevezési díjnak a költségét, fölvállaltuk azt, hogy lefordítatjuk németre a pályázati anyagot, még kiegészítjük azokkal az anyagokkal, amelyekre az iránymutatást megkaptuk, és végül is decemberben benyújtottuk. A minisztériumok számára és legfőképpen a miniszterelnökség számára. Amikor a bevezetőben elhangzott, hogy egy önkormányzat a vállalkozói szféra és a civilek együtt tudnak-e működni, és hogyha együtt tudnak működni, akkor milyen sikereket tudnak elérni, azt hiszem, hogy Tihany községben kiválóan látszik. Egyébként az elmúlt években a vidékfejlesztési forrásokból is bizony nagyon komoly összegek álltak rendelkezésre. Gondolok itt például a LIDER forrásokra, amely pontosan a cél szolgálják, hogy a helyi döntéshozók, a helyi civilek, a helyi önkormányzatok a helyi stratégiájuk alapján mondják meg azt, hogy milyen elképzelések mentén kívánják fejleszteni a településeiket, vagy adott esetben az egész kistérséget, járást, ugye, hiszen települések közötti programok is nagymértékben.